Nagy áremelkedés várható az ukrán benzinkutakon. Ennek oka, hogy a miniszteri kabinet az Európai Unió javaslatára az üzemanyagok jövedéki adóját is emelni szeretné, írja az Unián. A jövedéki adó emelése után az üzemanyag Ukrajnában annyiba fog kerülni, mint Európában, nyilatkozta az RBC a hírportálnak Dmitro Lovuskin, a Prime csoport alapítója. Ezt az ajánlást el lehetett volna halasztani, de jelenleg nagyon időszerűnek bizonyult, mert valahogyan ki kell tölteni a költségvetést, ezért a kormány nem habozott megemelni az üzemanyagi jövedéki adóját, fejtette ki a szakértő. Lyovus kirámondása szerint, amikor Ukrajna teljes mértékben eleget tesz az uniós ajánlásnak, az üzemanyagára a benzinkutakon 75-80 hrímnyára is emelkedhet literenként. Jelenleg a benzin 56, míg a dízel 53 hrívnya Ukrajnában. A kormány szerint az uniós irányelveknek való megfelelés miatt van szükség a jövedéki adó emelésére.